A lakberendezésnek alapvetően az a célja, hogy egy tudatos otthont teremtsen igazából. Tehát, hogy a mai modern embernek ez nagyon fontos, próbálja mindenki az életét minél tudatosabban élni, akár ugye az, hogy mit étkezik, miben öltözködik, hogyan osztja be az idejét. Nagyon-nagyon elfoglaltak vagyunk manapság, és mindent szeretünk így az utolsó sarokig, az utolsó másodpercig kihasználni. Most a dekoráció az többféle lehet, lehet persze műalkotás, eredeti akár, és mondjuk választhatunk egy eredeti műalkotásnak reprodukcióját, vagy akár posztereket is vásárolhatunk, grafikusoknak a munkáit, van erre is rengeteg lehetőség az interneten. Igazából a reprodukció, tehát hogyha eredeti műtárgyat szeretnénk a falainkon látni, de mondjuk nincsen erre anyagilag forrásunk, akkor van egy olyan lehetőség, hogy mondjuk egy jó minőségű képet, ha sikerült találnunk, akkor mondjuk azt vászonra nyomtattassuk ki, és akkor egészen más hatást fog kelteni. Vagy mondjuk betesszük üveg mögé, bekereteztetjük, akkor tulajdonképpen akár nehéz is megmondani első ránézésre, hogy ez nem egy eredeti mű. Úgyhogy ebben, tehát a fal dekorációnak a kiválasztásában egy otthonban mindenképpen számba kell azt venni, hogy egyébként milyen annak az interiőrnek a stílusa, milyen tárgyak vannak benne, milyen formavilág uralkodik, és mondjuk milyen a színvilág. Ez azért fontos, itt kicsit egyébként konfliktusba kerül egymással a lakberendező és a művészettörténész színen, mert művészettörténészként a mű maga minden. Tehát, hogy alapvetően abból indulunk ki, és az egész galériát úgy alakítjuk ki, hogy az a műtárgy tudjon érvényesülni. Egy otthonban viszont ott kicsit más szabályok uralkodnak, ott tulajdonképpen ott együtt fog megjelenni. A többi tárgyal is azzal harmóniában kell lenni. És néha akár egyébként egy viszonylag drága műalkotás megvásárlásánál is, vagy egy bögre megvásárlásánál is az a legfontosabb, hogy egyébként nekünk tetszik-e, mi szívesen élünk-e vele, mi szívesen használjuk-e, mi szívesen isszuk-e belőle a kávunkat reggel, vagy szívesen nézzük-e minden nap akár az ágyunk vagy a kanapénk fölött azt a képet. Ez az elsődleges szempont. Hogyha bizonytalanok vagyunk, akkor mindenképpen érdemes egy szakembert megkérdezni. Természetesen tele van a piac, minden műfajban, alacsony színvonalú tárgyakkal, műalkotásokkal. Szándékosan nem használom a gics fogalmát, de igazából fontos azt látni, hogy egy jól elkészített tárgy, és tényleg az lehet akár most a kiskanáltól kezdve a műalkotásig, az igazából tervezés, tehát hogy ez az embereknek a műve, az embereknek a terve alapján készült. Egy jó dizájn az nagyon-nagyon átgondolt, egy jó mű az biztos, hogy nagyon abban úgy van minden vonalnak miértje. A csináld magad mozgalom, azt nagyon tudom támogatni igazából. Elképesztő, hogy miket lehet találni az interneten, hogy valaki annyira magas szintre vitte már, hogy gyakorlatilag mondjuk már üzletszerűen bútorfelújításokkal foglalkozik. És én mindenkit bíztatok igazából, hogyha valaki egy saját maga által elkészített tárgyal él együtt, annak teljesen más lesz az érzelmi kapcsolat a tárgy és ő közte. Mondjuk így azt mindenképpen javaslom, hogy inkább játékosan álljunk hozzá, szóval hogyha ez mondjuk konfliktust okoz, hogyha együtt csináljuk mondjuk a párunkkal, családtagjainkkal, gyermekeinkkel, szüleinkkel, bárkivel, akkor át kell gondolni, hogy szeretnénk ezzel foglalkozni. Ez akkor nagyon fantasztikus, hogyha ez igazából egy örömforrás, egy minőségi együtt töltött idő. Hogyha valaki igazából arra adja a fejét, hogy most szeretné egy kicsit felfrissíteni az otthonát, nem feltétlenül teljesen felújítani nulláról, akkor én azt tudom javasolni, hogy ha ő ezt önállóan szeretné megcsinálni, hogy mielőtt elindul a boltba, egy kis kutatómunkát végezzen otthon, nézze meg az áruházaknak a kínálatát, és már legyen azért egy elképzelése, hogy mit szeretne. Nagyon hasznos tud lenni, hogyha letölti ezeknek a termékeknek a fotóját, és fölrakja egy lapra. Az lehet akár egy Word dokumentum, lehet akár PowerPoint, vagy amit használ, teljesen mindegy, de az nagyon sokat tud segíteni, hogyha látja őket együtt, és akkor tulajdonképpen ki tudnak ütközni azok az apróságok, hogy fú, az a két szín ott nagyon üti egymást, az nem is nézne jól ki ott egymás mellett, vagy hogy egészen egyszerűen így formában nem jó ránézni. Gyakorlatilag így nagyon könnyen le tudjuk rövidíteni a vásárlási időt, mert egy kész listával tudunk érkezni az áruházakba. Az IKEA igazából egy hatalmas cég, nagyon-nagyon jól csinálja a dolgát. Én azt mondom, hogy aki mondjuk csak IKEA-ból vásárol, az egy olyan otthont fog magának teremteni, ami nagy eséllyel harmonikus. Persze ott is azért nagyon széles skálán tud adott esetben mozogni egy szín és akár formavilágban, de hogy azért ők ezzel a skandináv vonallal dolgoznak, tehát akkor lesz tulajdonképpen egy skandináv otthonunk. Ma mindenkinek az az alapértelmezet, hogy az IKEA-ba megy el vásárolni. Arra azért érdemes figyelni, hogy az IKEA azért annyira sikeres, mert hogy a világvezető és divatdiktátor dizájnereinek a termékeit és újításait készíti el elképesztően gyorsan, olcsóbb anyagokból, és így gyakorlatilag a tartósága az nem az erőssége az IKEA-s bútoroknak, illetve egy nagyon trükkös módszerük van, hogy például mondjuk, hogy csak egy példát említsek, egy IKEA konyha néhány centivel eltér az egyébként nemzetközileg mindenhol használt konyhabútor elemek méretétől. Ez azért fantasztikus, mert hogyha mondjuk kicserélnénk mondjuk a pultot a konyhánkban, akkor sehol máshol nem tudjuk azt megtenni, mondjuk 5 évvel később, csak az IKEA-ban, mivel hogy csak ők gyártanak pont olyan méretű pultot, illetve mondjuk egy fiókrendszerezőt nem tudunk máshol megvenni az IKEA konyha fiókunkba, csak az IKEA-ban, mert hogy eltér a máshol használt szabványméretektől. Egyébként nagyon-nagyon okos cég, érdemes arra számítani, hogy ezért nem egy 50 éves bútort vásárolunk. Mondjuk akkor érdemes rajta erősen elgondolkodni tényleg, hogy szakember segítségét kérjük, amikor egy nagyobb átalakítást tervezünk. Gondolok itt arra, hogy megvettünk egy felújítandó lakást, vagy kirepülnek a gyerekek, és nekünk most már más típusú térszervezésre van szükségünk, vagy pont, hogy született egy gyermek, és szükségünk van egy plusz hálószobára. Tehát, hogy olyan jellegű projekteknél, amikor tényleg komolyabb átalakításra készülünk, én azt javaslom, hogy abba szakember nélkül semmiképpen nem fogjunk bele. A másik oldal pedig az, hogyha kisebb léptékű frissítésre készülünk, adott esetben akár csak a bútoroknak a cseréjére, akkor mondjuk nem szükséges egy teljes lakberendezési szolgáltatást kérni. Általában a lakberendezők dolgoznak azzal, hogy lakberendezési tanácsadást adnak, ez körülbelül egy-két órás alkalom, ami addig tart, amíg maga a beszélgetés tart, hogy ez igazából ennek egy ilyen egyszeri, körülbelül óradíjas értéke van. Így gyakorlatilag tényleg egy ruhadarab árából nagyon hasznos információkat kaphatunk és tanácsokat. Illetve van egy másik kategória, amikor nem is szeretnénk mélyen átalakítani az otthonunkat, csak mondjuk a konyhát, vagy csak a fürdőszobát, vagy egy kardrobszekrényt szeretnénk, ami egyedi. Akkor is érdemes lakberendezőhöz fordulni, az is ugye egy ilyen kisebb jelentőségű munkának számít, de hogy ilyen esetben is szívesen segít egy tervező mindig. Szuper! Elmondtam.